Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Az elmúlt napokban tért vissza a közép-ázsiai térségből, ahol Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter úrral tett látogatást. Milyen egyeztetésekhez zajlottak a tárgyalásokon? Ez egy nagyon rövid, de annál intenzívebb út volt, hiszen három nap alatt három közép-ázsiai országba látogattunk. A külügyminiszter úr egy üzletemberekből álló delegációt vezetett. Ezek az üzletemberek között voltak, aki a gyógyszeripart, akár a Richter Gedeon gyógyszergyárat képviselte, mezőgazdasági vetőmag termesztő cégek, orvosi műszereket gyártó cégek, különböző technológiai újításokat, akár a Tungstramtól, akár világítóeszközöket, üvegházakat forgalmazó cégek, tehát 20 néhány olyan vállalkozó volt, akinek komoly érdekeltségei vannak már, vagy lehetőségei vannak Közép-Ázsiában, és ezt a három országot, először Kazasztánt, utána Tadzsikisztánt és Kirgizisztánt jártuk be, és engem kért fel a külügyminiszter úr, hiszen nagyon sokan tudják rólam, hogy én tanultam kint Kazasztánban. Másfél évet, amikor a Debrecen Egyetemre jártam, akkor pályáztam ösztöndíjat, és másfél évet töltöttem, és elég jól ismerem ezt a közép-ázsiai régiót, és ezért kért fel külügyminiszter úr, hogy kísérjem ezen az úton. Magyarországon a beoltottak száma elérte a 3 millió főt. Hogyan értékeli képviselő úr a vírus helyzet jelenlegi állását és a védekezés fázisát? Hát a vírus helyzet addig nem jó, míg egyetlen egy fertőzött, egyetlen egy kórházban kezelt, vagy egyetlen egy áldozata van a vírusnak. De én azt látom, hogy most már látszik az alagút vége, hiszen egyre több embert tudtak beoltani, most már elmondhatom, hogy engem is beoltottak a múlt héten, nagyon vártam arra, hogy engem is hívjanak, hiszen én nem tartozom a 60 év felettiek közé, nincs krónikus betegségem, de azt gondolom, hogy ahogy látjuk azt, hogy az egyre fiatalabbak is megfertőződnek, tehát fontos az, hogy védettséget szerezzünk. Én meg vagyok arról győződve, hogy nagyon jó döntést hozott a kormány, amikor úgy döntött, hogy akár a keleti vakcinákat is beszerzi Magyarországon. Hiszen látjuk azt, hogy Nyugat-Európában akadozik a vakcinaszállítás. Kétszer annyit, lakosságarányosan kétszer annyi embert tudtak Magyarországon beoltani, mint akár Németországba, a tőlünk nyugatabbra lévő országokba. És a felelős döntés az, hogyha meg tudjuk védeni a lakosságot, a magyar lakosságot, akkor fel kell deríteni azokat a gyártókat, azokat a forgalmazókat, akik a megfelelő védőoltást, a megfelelő vakcinát elő tudják állítani. És látszik is, hogy már a fokozatos nyitás elkezdődött, hiszen jövő héten kezdődnek az iskolák, amit van, aki vár, van, amit nem. Tehát, hogyha szavazni kellene, akkor a diákok, szülők fele nem menne iskolába, másik fele menne, tehát, de az életnek vissza kell állni a normális kerékvágásra. Én azt gondolom, hogy május elejétől, közepétől már sokkal szabadabban lehetünk, hiszen elérjük a 3,5 millió oltottat, és akkor már sokkal nyugodtabbak leszünk. És hát tudom magamról, hogy ahogy már én is megkaptam az oltást, mármint egy kő esett volna le a szívemről. Tudom azt, hogy még most is vigyázni kell, most is be kell tartani a megfelelő védelmi intézkedéseket, maszkot hordani, a távolságtartás, de mindig mégis egy jó érzés az, hogy ki fog alakulni egy védettség a vírussal szemben, és a súlyosabb betegségeket el lehet kerülni. Ehhez a témához kapcsolódva egy kicsit, a Karcagi Kátai Gábor kórházban vállalt és végzett önkéntes feladatokat, munkát. Miért tartotta, miért tartja ezt fontosnak, ezt a féle segítségnyújtást? Nagyon sokat beszélgettem egészségügyi dolgozókkal, és láttam azt, hogy iszonyatos nagy a terhelés. Tehát nem csak a mindennapi egészségügyi ellátást kell végezni, hanem nagyon sok COVID-beteg van, nagyon sok oltásra jelentkező ember, és ezt mind az egészségügy, a házi orvosok, az orvosok, az egészségügyi dolgozók végzik. És
nagy a terhelés, és hogyha segítséget tudnak adni, hiszen az önkormányzat részéről is a közművelődésben dolgozó szakemberek önkéntesek jelentkeztek olyan feladatra, amit nem egy egészségügyi szakembernek kell elvégezni, hanem el tud akár egy civil is végezni, akkor mindenképpen jó, hogyha tudunk nekik segíteni. Én az önkéntes munkában az oltóponton adategyeztetést végeztem, hiszen én nekem kellett egyeztetni a nevet, a behívást, a tajszámot, a születési évet, tehát egyeztetni kellett az adatokat a oltásra jelentkezőkkel, és egy nagyon jó hangulatú, nagyon pörgős oltónapon voltunk túl, és hát én vasárnapra jelentkeztem, igazából nem vasárnap jelentkeztem, csak vasárnapra lettem beosztva, hiszen tényleg azt látszik, hogy se az egészségügyi személyzetnek, se az orvosoknak, se az ápolóknak, se hétköznapjuk, se hétvégéjük nincs, és én akkor egyik vasárnapi napot áldoztam be arra, hogy segítsek az egészségügynek, és jó érzés volt segíteni is. A vírushelyzet folyamatos kezelésén túl a parlament is természetesen dolgozik. Melyek voltak az elmúlt időszakban azok a napirendi pontok, amelyek megtárgyalásra kerültek, esetleg döntés születtek? Nagyon fontos, hiszen a nyitással kapcsolatban ez a kormány döntése, de például tegnap voltam a gazdasági bizottság ülésén, ott meghallgattuk a vagyongazdálkodás, az állami vagyongazdálkodással megbízott miniszter és államtitkárnak a beszámolóját, hiszen fontos az, hogy működjön a gazdaság, hogy a vírus helyzetben egy kicsit leült gazdaságot tudjuk pörgetni, újra tudjunk nyitni, hiszen vége lesz a vírusnak. Remélhetőleg a nyár folyamán vége lesz a vírusnak, és vissza kell szerezni azt az életet, nem csak azt a szabadságot, azt az életmódot, de azt a gazdasági prosperitást is, ami a vírus előtt volt, hiszen Magyarországon körülbelül 5% körül volt a gazdasági növekedés, kétszer akkora volt a gazdasági növekedés, mint a nyugat-európai vagy az Európai Uniós átlag, és most is azt látszik, hogy jól kezelte a kormány a gazdaságot, hiszen a visszaesés nem lett akkora, mint tőlünk nyugatabbra, és abba bízom, hogy amikor a nyitás és Magyarország az oltásoknak köszönhetően, a nagyszámú oltásnak köszönhetően sokkal hamarabb tudja nyitni a gazdaságot, az országot, akkor újból duplája lesz a magyar gazdasági növekedés, mint ahogy az Európai Unió átlag tudja biztosítani. Én azt látom, hogy ezeket a törvényeket, ezeket a szabályokat kell meghozni, és őszre, nyárra már pörögni fog az élet, nem csak a saját magunk élete, hogy tudunk utazni, tudunk menni, tudunk találkozni ismerősökkel, hanem a gazdaság is pörögni fog. Ehhez a témához kapcsolódva a városban és a térségben is számos beruházás, fejlesztés fejeződött be, illetőleg van folyamatban. Nyilván mindegyik a település értékéhez hozzáad, de melyik talán, vagy melyek a legkiemelkedőbbek? Hú, hát az a helyzet, hogy a bőség zavarával küszködünk, hiszen el tudjuk mondani Karcagon, hogy igazából nagy külső beruházások nehezen jöttek ebbe a térségbe. El tudjuk mondani, hogy a Penny Market továbbfejlesztett, kétszer akkor lesz a Penny Marketnek a területe, tehát a raktárbázis területe, ott már folynak a munkák, aki a négyesen közlekedik Karcagot elkerülve, akkor látja, hogy a Laktanya és a Penny raktárbázis között nagyon komoly munkák vannak. Akkor az Agrosprint egy hatalmas beruházást fog idehozni, több mint 12 milliárd forintos beruházást. Azt is lehet látni, hogy amikor megyünk át a vasúton, komoly munkálatok vannak. A Szatmári Malom Kft. Egy új malomépületet, raktárépületet fog építeni a gabonatároló mellett, amiben hántoló üzem is lesz, ott is új munkahelyek fognak létesülni, tehát beindult a gazdaság Karcagon, beindultak a fejlesztések, és több kisebb beruházás is van. Én azt gondolom, hogy egy nagyon prosperáló évnek nézünk elébe, és a jövő év is ilyen kitűnő lesz. Képviselő úr, én megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és itt szeretnénk a kedves nézők figyelmét felhívni arra, hogy aki F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőhöz szeretne kérdéseket intézni, az megteheti a karcagtv@gmail.com e-mail címen, és akkor várjuk ezeket a kérdéseket, amelyeket majd adásban felteszünk képviselő úrnak, és válaszolni fog rá. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!